kevés lenne, hiszen bármely mértékadó kutatás szerint egy 3%-os GDP arányos K plusz F ráfordítással is épp hogy csak közelítenénk a bizonyos és vágyott, általam annyira nem vágyott nyugat-európai átlag felé, legalábbis sok tekintetben. Sokkal fontosabb az, ami az általános indoklásból kiviláglik, hogy a kutatói mobilitást támogatja az előterjesztés, ugyanakkor pont az agyelszívást kellene megállítanunk, hiszen a bejegyzett szabadalmak száma élesen csökken, a multinacionális gondolatgyár lényegében elviszi Magyarországról a magyar koponya, a magyar szellem gyümölcsét, és a szellemi termékeink elhagyják az országot, ebből nem Magyarország profitál. Az előterjesztés és sajnos a költségvetési sarokszámok ezen jelen pillanatban nem változtatnak. Pedig a szingapúri példa felé lehetne elindulni, igenis a minisztériumok működési költségébe lehetne bevonni azt, hogy adott esetben konzultációkat folytassanak a magyar koponya szellemi, a magyar koponya értékeit kitalálókkal, tehát azokkal a feltalálókkal, szabadalmakat bejegyzőkkel, akikre igenis lehet saját gazdaságot építeni. Természetszerűen egy Magyarországhoz hasonló méretű ország esetében az alapkutatásnak is irányt kéne szabni, jelen pillanatban ez sem látható, és a magyar értékláncot kellene erősíteni, tehát a kutató, a fejlesztő és igenis adott esetben a vállalkozó is legyen szinte kizárólag magyar, természetszerű, hogy a produktumot már külföldön is lehet értékesíteni. Ennek nyomait szintén nem látjuk, és hát ugyanakkor az MTA fejezetet egy pillanatig érintve érdekességekre is találunk. Nagyon fontos társaságok, mint a Bolyai Műhely Alapítvány, vagy említhetném a Kolozsvári Akadémiai Bizottságot, szinte fillére ugyanannyit kapnak, mint a 2010-es évben, itt lényegi változás nem látható, pedig talán egy olyan tehetségkutató műhely, mint a Bolyai Alapítvány 1500 tehetséges határon innen és határon túllévő diák támogatásával több pénzt érdemelhetne, mint az a Nagy Imre Társaság, amely nemzeti jelképeinket gyalázza, és amelynek vezetősége egyértelműen nem az önök kormányzatához köthető. Ha ez megengedhető, ezek nagyon rossz jelzésértékű momentumok, jó lenne ezzel szakítani, de sajnálatos módon az egész költségvetési előterjesztés nem erről szól. Ugyanis jelentsük ki, hölgyeim és uraim, ez egy következmények nélküli költségvetés, semmi nem biztosítja, hogy az ebben foglaltak, vagy az általános indoklásban lévők be lesznek tartatva, ha pedig nem lesznek betartatva, akkor milyen következményekkel kell, hogy számoljunk. Sajnálatos módon ki kell jelenteni, hogy sokat kell még tanulni a költségvetés elkészítésének módjáról. Köszönöm. Megköszönöm képviselő úr felszólalását, és reményemet fejezem ki, hogy értékes gondolatait a gyorsírók rögzíteni tudták. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni a vitában? Jelentkezőt nem látok. Az általános vitát elnapolom, folytatására holnap reggel 8 órakor kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, mai napirendi pontunk tárgyalásának végére értünk. Most a napirend utáni felszólalás következik. A mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Farkas Gergely képviselő úr, Jobbik. Emlékezés a méltatlanul elfelejtett írókra címmel. Megadom a szót 5 percben. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, kedves képviselőtársaim! A méltatlanul elfelejtett íróinkról indított felszólalás sorozaton végéhez közeledve egy olyan embert szeretnék mindenki figyelmébe ajánlani, akinek köztudatba emelése nem csak lebilincselő művei miatt lenne fontos, hanem példamutató élete is indokolja ezt. Napjaink erősen romlott világában ugyanis nagyon kevés olyan ember van, aki nem csak szavakkal, hanem saját életével tudja bizonyítani, hogy nem kell az embernek varga betűket bejárni élete folyamán, hanem lehet következetes és tisztességes életet élni. Sőt, nem csak lehet, hanem kell is ahhoz, hogy az ember undor nélkül tudjon tükörbe nézni, vagy öregkorában megbánás nélkül tudjon visszatekinteni az életére. Somogyvári Gyula, mert hogy róla szeretnék ma beszélni, ilyen életet élő, tiszteletre méltó, erkölcsi tartású ember. Ő egész életében kitartott elvei mellett csak a nemzetét szolgálta egy olyan korban, amikor nagy volt a kísértés, hogy külföldi ideológiák kiszolgálójává váljon az ember. A felmenőit tekintve német származású, de magyarságát mindig is mélyen átélő Somogyvári Gyula 1895-ben született a Sopron melletti Füles községben. Gyermekkora jelentős részét azonban már Somogyváron töltötte, amely település nevét vette fel később, amikor német hangzású vezeték nevét megváltoztatta. Részt vett az első világháborúban, majd a vesztes háború után aktívan bekapcsolódott a nemzeti antikommunista mozgalmakba. Közben verseket írt, főként Trianon igazságtalanságára irányítva a figyelmet. Ezekből jelent meg első gyűjteményes kötete, Gyújtogatás címmel. 1933-ban jelent meg első regénye, a személyes, háborús élményeire épülő és a később több mint 60 ezres példányszámot elérő Virágzik a mandula.
e műve, melyben a háború szenvedése és küzdelmei mellett a halál közelében lévő fiatal katonák harsány életörömét, bátor önfeláldozását, bajtársiasságát és hazavágyó szerelmét is ábrázolta, akkora sikert aratott, hogy később még két regényt kellett folytatásként hozzáírnia, a Ne sárgulj fűzfát, valamint az És Mihály harcolt című könyvet. 1935-ben országgyűlési képviselővé választották. Első parlamenti felszólásában így szólt: én nem pártpolitikai célokkal léptem át az ország házának küszöbét, hanem azért, hogy mélységes hittel, alázatosan és szerény erőm mind egész megfeszítésével szolgálhassa Magyarországot. És valóban, kormánypárti képviselő volt, de szűk pártpolitikát sosem képviselt. A 30-as évek végére országosan ismert költő, regény és drámaíró, rádiós előadó és közéleti ember. Hazafias költeménye igen népszerűek voltak, ünnepélyeken gyakran szavalták őket. Színpadi műveit, az elismerést és megbecsülést jelző Nemzeti Színház mellett a vidéki színházak is előszeretettel játszották. Az országos ismertséget hozó első világháborús trilógiáján kívül számos más történelmi témájú könyvet is írt, csak kettőt kiemelve. Az És mégis élünk címűt, amely a Rongyosgárdának állít emléket, vagy a Vihar a levelet, mely egy fiatal katona életén keresztül mutatja be a II. Világháború eseményeit. A 30-as években a magyar nemzeti érdekek elkötelezett képviselőjeként egyre határozottabban szembe került az egyoldalúan és erősödően német barát külpolitikai irányvonallal. Akkoriban Teleki Pál és Bajcsi Zsilinszky Endre nevével fémjelezhető csoporthoz tartozott, és e szellemben munkálkodott. 1938-ban és 40-ben részt vett a felvidéki, majd az erdélyi bevonulásban. Egy apró érdekesség, ő volt a szövegírója az erdélyi bevonulás katonanótájaként közismerté vált erdélyi indulónak. 1939-ben kormánypárti képviselő létére nem szavazta meg a zsidó törvényeket. Ezután egyre jobban szembe kerül az erősödő német barát irányzattal, aminek következménye, hogy 1944-ben a német megszállás után két nappal több hónapra letartóztatták. A szovjet megszállás után sem változott helyzete, teljesen elszigetelték és eltiltották minden publikációs lehetőségtől. 55 éves volt, mikor az AVH saját lakásán fogta el és Kistarcsára internálta. Több mint két éves fogvatartás után 1953. februárjában internáltként halt meg. Tevékeny és küzdelmes és gazdag életpályája szenvedésteljes és tragikus zárószakaszát jelentette tehát két ellenkező oldalról történő elhurcolása. Bár az AVH-s letartóztatása okaként felmerült, hogy őt vélték egy akkoriban Budapesten terjedő rendszerellenes vers szerzőjének, valószínűbb, hogy igazi vétke ugyanaz volt, mint néhány évvel korábban a gestapó szemével. Következetesen Magyarország érdekeit és javát igyekezett szolgálni minden tehetségével és szorgalmával. Kedves képviselőtársaim! Úgy vélem, színvonalas művei és példamutató élete is okot ad arra, hogy rehabilitáljuk Somogyvári Gyulát, a kettőt együtt vizsgálva pedig egyértelműen meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy elfoglalja méltó helyét a köztudatban és a tananyagban. Köszönöm, hogy meghallgattak. Megkérdezem a kormány részéről, Molnár Ágnes államtitkár asszony kíván-e válaszolni, az nem kíván. Tisztelt országgyűlés! Megköszönöm munkájukat, holnap reggel 8 órakor folytatjuk az országgyűlés ülését, az ülésnapot bezárom.